Krisztián, tudod, mi történik egy autóval, hogyha rálövünk egy gránátot? Pontosan, egy hatalmas robbanás! Hú, és amit láthatnátok, srácok, a mellette lévő autó is felrobbant. De mi történik akkor, hogyha egy nagy kupac autót robbantunk fel? Igen, jól mondtad, Krisztián! Pontosabban nem is mondtál semmit, de akkor is, jól gondoltad! Egy hatalmas nagy robbanás fog történni. És most mit csinálsz ott? Mi bajod van? Lebegsz a levegőbe. Neked úgy mutatja, nem tudom. Elbújtam! Hey. Nyugi! Ezt most nem mondod komolyan, és tönkreteszed a vásárlásomat? Leütlek, hol vagy? Jaj ne, ugye nem tudják, hogy itt vagyok. Tönkretett a vásárlásomat. De itt nem lehet lőni! Egy őrült állat itt lövöldöz a rendőröket. Meghaltak! Jaj, francba, ezt nem hiszem el. Hé, mi a szar? Ha meg sem hozz, semmit nem csináltam. Szóval srácok, mivel az előző videón egy nap alatt meglett a 6000 like, ezért ebben a videóban egy hatalmasat fogunk robbantani. Így van, mivel az volt a lájkos kihívás, és ez elképesztő teljesítmény, sőt, még majdnem a 7000 like is meglett. Nagyon-nagyon-nagyon durván megcsináltatok, srácok. Srácok, ti most biztos azt gondoljátok, hogy ebben a videóban nem fogunk lájkos kihívást. Tévedés. Most is fogunk lájkos kihívást. És most ugyanúgy 6000 lájkot kell teljesíteni, ami nagyon nehéz! De sikerülni fog, mert a kommandósok a legnagyobb királyok. És most mindenki lemegy és lájkolja a videót. És akkor megmondom, hogy mi lesz. Csinálunk egy következő GTA 5 mítoszos részt. Ki összeszedünk még mítoszokat, és azokat is teszteljük. Na, igen. Mit igen. Szóltak? Én azt szólom, hogy... Yeah! Meghaltak kecsegek! Nyugi rendőrség! Várjál, teszteljük, hogy mi történik! Hogyha melelő a rendőr, hát meghalt. Krisztián, szerintem ne is húzzuk tovább az időt, menjünk ki az autópályára, és szerintem ott a legnagyobb esélyünk. Jó, csak én nekem most még be kell mennem a másik ruhaboltba, mert tönkretett ez az öltözködésemet. De miért kéne bemenni ruhaboltba, te mert fogyatékos? Mert öltözködés közben voltam, és bejöttél a hülye rendőrségeddel. Akkor várjál, gyere már ide, vegyél már föl, mert nincs rárművem. Jó, gyere. Dehogy nincs. Miért kergetnek folyamatosan a retkes rendőrök azonnal? Mert ott állnak mellette. És mi van már megint éjszaka ebbe a fos játékba, bakker? Van ebben nappal egyáltalán? Szóval Krisztián, szerintem először próbáljuk, hogy egybe rakunk egy pár autót, és hogy mekkorát robban, és utána föl kéne menni az autópályára, és egybe rakni a hatalmas nagy autókupacot. És akkor azt felrabbantani. Főzök egy papucsot, mert most jobban érzem magam. Na, Krisztián, tetszik a laza öltözektem? Hm? Wow! Elég jó. És na, az enyém milyen? Wow! Nem borzalmas. Az. Igaz. Na, menjünk. Mi a borzalmas? Hogy mertél így beszélni? Máté, én a Pokoli Bikák motoros klubnak a tagja, úgyhogy inkább én nem magyaráznék igen. A helyedbe. Én meg a Pokoli... Pokoli ponthorgászok. A pokoli ponthorgászoknak vagy a tagja. Igen, a akkor pokoli engézzük, bingo klubnak a az motoros, ügynöke vagy. A motoros a keményem, hogy a ponthorgász. Hú, hogy látszik a motoros? Na, let's go. Egy hozzám illő autó is kell, a ponthorgászhoz illő autó. Igen? Ja, ami nem más, mint egy mint egy kis Mini Cooper. Na, mehetünk. De ez nem Mini Cooper, mi a franc ez? Vagy Mini Cooper? Nem tudom én nem már. Cooper. Oké, Krisztián, na szóval akkor ne a városba, mert ott rengeteg rendőr van, szóval menjünk ki az autópályára, lehetőleg ide. Jó? Gyere utánam, jó? Jó. Először megpróbálunk egy kisebb kupacot felrobbantani, és megnézzük, hogy mekkorát robbam. Ja, de most mit is csinálunk akkor? Mert szerintem a srácoknak fogalma sincs. Mi az, hogy fogalma sincs? Elmondtam az elején, te fogyatékos. Srácok, akkor át fogunk robbantani, mint az őrület. Hogy az űrből is látszik. Hogy az űrből is látszik, és igen. És srácok, hogyha belájkoltatok a videót, akkor remélem, mert akkor jön a következő mítoszos videó. Let's go! Yeah, baby! Szóval srácok, hogyha valaki eddig nem értette volna meg, azt fogjuk csinálni. Összerakunk egy nagy kupac autót, és felrobbantjuk. És megnézzük, hogy mekkorát robban, hogyha egy... hatalmas nagy autókupacot felrobbantunk a gránátvetővel. De Máté, most fogta és nem szóltál volna, hogy le kell kanyarodni, csak így fogta és ilyen nagyon éles manőverbe fogta, ezt lekanyarodtál.
Bakker. Hát én követem az utat. Jó, de nekem nem mutatja úgy, hát neked. Hát gyere utánam, csicska. Na, én Mini Cooperrel vagyok, nehogy már a Pakali Matarak klubnak a vezetője ne tudjon utalérni Mini Coopert, Bakker. Miről beszélsz? Francba. Már gyere mellettem. Hát látszik, hogy én nem a Pakali Autósok klubja vagyok. Nem áll! Na, úgyhogy most már fog vissza, amiket mondasz. Igen, na akkor gyere mellettem. Na miről beszélsz? Most eltűnik a motorom, akkor nem fog, nyugi, az életednek. Itt megállunk, kell még egy autó. Kell még egy autó, egy ilyen halász autó, ezt a keletes. Be kell állítani úgy, hogy legyen egy jó nagy kupac autó itten feltorlódva. Oké, okay, kell még egy. Ez itt tökéletes is. Uraim! Jaj! Uraim! Nem már! Martin, most hagyjál békén! Most fontosabb dolgom van. Uraim! Hey. Én vagyok a Ponty Club. Jake Bone, gyere én vissza. Vagyok a Pakali Ponty Club, Ponty Horgász Club vezetője. Oszta mennyi kocsi van beállva! Ezt muszáj felrobbantanunk, Máté! Oké, okay, mehet! Mehet! Ja, de várjál! Halál! Az űrből is látszott? Ez még nem. Hát ez meg bőven nem. Azt, hogy pukkannak ki a kocsik. Igen, viszont Krisz, van egy taktikám. Még oda küldjünk egyet. De ne rám! Te akarja! Jaj, ne elüttek! Állj meg! Állj meg, Ponty Club! Ponty Club? Na, Ponty Clubas Máté, hol vagy? Ponty Club. Basztam, ilyen kocsi! Hé, hey, kövérnő, húzz innen! Jeltol! Na, ezt kéne megszerezni, ezt az autót, mert ez jó nehéz. Húzz innen! Na, te is abba vagy? Ilyen be, ha. Oké, na, oda kell állítani az autót, így. Így, itt, hogy ne tudjanak elmenni. Oké, na, és szerezni kell autókat. Igen, csak meg kell valahogy küzdünk majd a rendőrökkel. Van egy tervem, Krisz, hogyha ez a fogyatékos nem ütögetnél. Mert látod, azon nagyon lőne. Na. Van egy tervem, Krisz. Látod ezt a domboldalt itt mellettünk? Igen. Oda föl kéne menni autókkal, és ide le kéne ugratgatni, hogy így egy kupacba legyenek az autók. Igen, igen. Ez... Oké, okay, akkor én itt maradok, Krisz. Jó, próbálom megnyugtatni az embereket, hogy ne pánikoljanak. Meg a rendőröket is, hogy nyugi, nyugi rendőr urak. Én meg a Ponty Club... Várjál, beszélgetek a horgászatról róluk, biztos akkor örülni fognak. Jó napot, uram! Szereti a... keszeget? Hm? Úszó vagy inkább... pergetés. Maga egy nagyon izgalmas beszélgető partner, uram. Látom, hogy kopasz, ez nagyon okos dolog horgászat szempontjából, ugyanis nyugi, nyugi, uraim! Mi a szár történik? Ez nagyon okos dolog, ugyanis a halak nem szeretik, hogyha belehullik a vízbe a... Haj, úgyhogy maga egy szerencsés ember, ugye? Hol a horgászbattya? Az ott. Nyugalom, uram. Maga egy nagyon nyugodt embernek tűnik nekem. Ez tetszik. Jaj, mit csinálsz? Ez egy nagyon nyugodt rendőr. Látod, hogy le lehet nyug... Ne! Megöltem, Billy! Mr. Billy Eilish-t megöltem. Billy! Anya! De hülye, már kétszer gyorsan menne a pakolás, autópakolás, te is jönnél, te sekkel. Ja, mert te már pakolsz? Ha persze. De én nem tudok pakolni, mert el fognak tűnni az autók. Ja, tényleg. Krisztián, robbantsuk fel, mert meg fog halni! Robbantsd fel! Nem tudom, melyik vagyok, várjál! És megöltem magam. És nem is látod a robbanást? Hát csak egy kicsi részé. Pedig tök jól nézett ki. Krisztián, viszek fel egy-két autót, és ráugrattuk a tetejükre, jó? De minek ráugrant a tetejére, hát még nem is, nincs is akkora kupac. Azt, hogy mészárolnak a rendőrök. Máté, hadd mészároljanak a rendőrök, Máté, gyere ide. És akkor mindenki szálljon ki a kocsiából, és csak itt tesz egy rakás üres kocsink. És akkor nem hisztizik senki, nem hívja a rendőrséget, ilyesmi. Kicsit túlugrattam. Azt a hülye barmat. De Máté, ne ide ugrassál az autópálya közepére. Hát, oda akarok erre a kupacra. Hogy lehet a hülye rendőröket eltávolítani? Mert az baj, hogy a rendőrök bele... az ének. Hát ez nagyon, nagyon jó. De Máté, nem kell még ugratni, hát még csak ide kell állogatni, te barom. Jó, hát tényleg be kell állni a izébe. És megölik a Ponty Club vezetőjét! Hogy lehet ilyen szívtelen egy rendőrség? Hát
komolyan mondom. Igen, és a másik irányba is le kéne állítani a forgalmat, én az amondó vagyok. Igen, de a retkes rendőrök, azok zavarnak be, mert már rég már tök jó lenne. Ja, nem tudom. Már akkor megállítom innen is a forgalmat, jó? De ne, mit csinálsz? Mit csinálok? Hova mész? Hát, hogy ott legyen egy kupacban sok autó, te ökörbarom. Hát akkor ne ott állíts meg kilométerrel arrébb. Hát, szerinted akkor hogy lesz egy kupacban, te nagyon okos? Hogyha ott állítom meg, akkor nem egy kupacban lesznek, hanem egy... Azt a rohadt. Jó, de már átnyomnak a kupacon, úgy jönnek. Nem baj. Ott volt a halászklub vezetős kocsi, francba. Jó, sántikálnak el a rendőrök, jó van. Azaz, mentő! Idiot! Ne, én halászklub vezető vagyok, én nem tudok verekedni. De miért kezdek egyből rendőr követni, mikor kirángattam egy nőt a kocsiból? Hát most nem igaz. Ez azért, meg csak verekszek a mentősökkel, hát most abban mi van? Ennyi vagy, csicska! Azaz a mentős nagyot dobott, hogy megálljanak az autók. Mi a szar? Mit művelnek ezek hülyék? Na jó, Krisztián, itt valami taktikához kell folyamodni, mert ez így nem jó. Ja, nem tudom, hogy lehetne. Az a baj, hogy ugye lopkodod a kocsikat. Lehet, hogy arrébb kéne vinni, nem? A kocsikat. Jó. Na most várjunk. Ellopnak! Úristen, milyen a káosz! Máté, meg fog halni, te ne halj meg! Hát, muszáj meghalnom. Muszáj meghalnom? Igen, gyorsan gyere vissza! Gyere vissza gyorsan! Megyek! Gyere vissza gyorsan, én elbújtam ide az autók közé! Ne, ott jövök, horgász, jövök. Horgász rendőr. Shotgun lőszer. Oké, és itt vagyok. Azaz. Nyugi uram, nyugi, nem lesz semmi baj. Elütött a nyugi kocsi. Nyugi hölgyem. Mi ez a káosz? Segítsük lerendezni a rendőröket? Állítsd meg az autókat. Én meg kell, hogy halnom, mert tudod, a rendőrök kergetnek. Megpróbálom megnézni innen felülről, hogy hogy néz ki a káosz eddig. Hát sehogy, mert kidugítják. Felmászok a hegyen a taktikánkkal. Hogy elütött a rendőr. Hú, hát ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Ó, itt vagyok fenn a hegyen, tökéletes. Na, most ne hajj meg, várd, hogy lecsillapodjanak a kedélyek. Jó? Jó. De most miért tudnak átmenni az autók? Mert kidugítják azért. Mert amúgy meg despawnolnak a kocsik. Oda be kéne ajánlni egy autóval. Ott a másik oldalt is. Csak ott áll a rendőr, bakker. Nyugi, mert ezek már nem érzékeli lopásnak, ha ezt elveszem, igen? Mert ez már enyém volt előbb. Mármint már ültem benne. Igen. Mielőtt meghaltam. Meg amúgy, hogyha nincs benne ember, és nyitva van a kocsi, és nem feltöröd, akkor az se érzékeli lopásnak. Ja, szóval igen, csak úgy összehozni, hogy úgy meglének a kocsik, az rengeteg idő. De azt is lopásnak érzékelte. Nem ült benne senki, nyitva volt az ajta, és lopásnak érzékelte. Igen, csak hogyha most szalad el, hogyha már ülsz benne, és meghalsz, és utána még egyszer beleülsz, akkor már nem. Jó, egy valakinek kell itt lenni, és ellenőriznie kell az autókat. Bedarálnak! Bedarálnak! Úristen, ezt hogy oldjuk meg? Várj, Krisz, akkor csináljuk azt, hogy felállok ide a hegyre, dugítsd el mind a két oldalt, várjuk meg, míg... összegyűlik annyi kocsi. Oké, innen nézem, szóval nem tud despawnolni. Oké, engem nem fognak lőni, mert ugye... Nyugi, itt nézem, nem fogja despawnolni. Oké, a másik oldalt is el kéne dugítani, és innen innen oda lövök egy gránátot. Igen, de nem elég kocsi. Nem elég kocsi. Azért kocs. Kell eldugítani. Dugítom. Miért lövöldözik az embereket? Mert hogy karambolozik, és az is bűncselekmény. Mi történik? Káosz! Káosz a kabán. Ne, Krisz, átmennek az autók! Nem lesz elég! Jó van, hát szerinted mindig próbálkozok, de... Máté, ne menj nagyon közel, mert forogsz, és akkor elzének. Aha, és amúgy tudod, mit kéne, Máté? Nem ám, hogy hívják, ott kéne. Gránátvetőt, hanem ráteszem a sticky bombokat. Okos ötlet, okos. Mister uram, húzzon innen! Na, akkor várd meg, míg fölmegyek, most lejöttem. Jó? Csak akkor nézd itt ezért. El fognak menni. Itt keletkezett egy űr. Azért mondom, hogy mi a francnak jöttél le, hülye gyerek. Mert amikor van nem néz, olyan ez a GTA, hogyha nem nézel oda valahova egy másodpercig, akkor onnan eltűnik minden. Jó, beálltam egy autóval, szóval nem tudnak elmenni. Oké. Okay. Minek jöttél le? Mert nem tudom megcsinálni. De meg tudom csinálni, te fogyatékos, csak mondtam, hogy időbe telik.
Itt vagyok. Ó, azta, ez egy jó nagy kupac. Oké. Okay. Azta, mekkorát fog robbanni. Nyugi, nézem. Azta rohadt! Mi történt? Na? Durva volt? Durva volt. Anyátokat! Anyát! Anyát! Azaz! És megölöm a Kriszt. Azt a rohadt! Ez nagyon durva volt ez a robbanás. De még egy ilyet kell csinálnunk, Krisz. Még már egy most könnyebb lesz, mert most alapból is vannak roncsok, és tudod, könnyebb lesz feltorlasztani az autókat. Hát jó, csak a roncsok már nem robbannak fel még egyszer. Jaj, ne jönnek a helikopterek. Ezt nem hiszem el. Ja, mert téged még köröznek. De fúj már ezek a hülye rendőrök, hogy kell ezeket kikapcsolni, bakker? Hát az izén lehet őket kikapcsolni a sima offline játékon. A sima GTA-ba. Ja, csak a sima GTA-n meg nem is haladtam még sem erre. Hát, amit látjátok, srácok, ez így kb. Lehetetlen, hogy így összerakjuk az autókat. Hogyha a rendőrök nem lennének, akkor lehetséges lenne. De így nem, mert jönnek ezek a fogyatékos, undarító kis csicskák, akiket... És most erre sofőrtelem meg, bakker. Szóval srácok, ez így kb. Lehetetlen, hogy ekkora kupacot így felrobbantsunk, vagy egymásra rakjunk egy ilyen nagy kupacot, mert hogyha oda fel tudnánk vinni az autókat és ráugratni egymásra, akkor lehetséges lenne. De sajnos folyamatosan pánikolnak az emberek, és így lögdösik az autókat arrébb. Azzal nincs gond, csak a rendőrségkel. De amúgy azt lehetne, hogy mondjuk én itt vagyok, és te meg mondjuk egy kicsit arrébb elmész. Ez a halál, ez szerintem a világ legüzesebb halála volt. Lelőtt, és így felraktam a kezem. Kitaláltam egy módszert, hogy tudnánk megcsinálni. Oké, és na, ki kell mennünk vidékre, először is. Vidékre. Igen, menjünk vidékre. Mondom, két baj van. Rendőrség és a pánikolós emberek. Szóval, ezt következőképpen lehet megoldani. Úgy, ki kell menni vidékre, és... hogy ne autópályán legyünk, vagy csak valami nagyon nem forgalmas úton. És a Máté odáll valahova, én meg távolról hozok kocsikat. És engem kergetnek a rendőrök, megölnek, az nem baj. De viszont te ott vagy, és látod a kocsikat, és ott maradnak, és akkor csak így egymásra ugratgatunk. És sok időbe telik, de majd kamerán kívül megcsináljuk. Ja. Na nyomjuk azt a gombot. Ami a gázgomb, tudod. Gyere Máté! Igen? Odaállj be! Jó. És tartsd szemmel a kupacot, és akkor megpróbáljuk. Oké. Hozom is a kocsikat, és ha itt lesz egy jó nagy kupac, akkor jelentkezünk. Jó. Mit sétálgat itt két ember? Mert szerintem mennek a kocsikujjukat keresni. Sérül. Ja, elviszi. Ja, elviszik a kocsikat, Krisz. Akkor meg kell ölnöm a sofőröket. Akkor felrobbantam most. Nyugi Máté, megölöm a sofőröket. De jó, de egy autót hoztál, addig kettőt elvittek. Jó, de ha megölöm a sofőröket, akkor nem visznek el egyet se te. Na, srácok, amint látjátok, összeraktunk egy hatalmas nagy kupac autót. Pontosabban én csak felügyeltem, hogy ne despawnoljon. És a Krisztián rakta össze, illetve jött a Geri, a testvérünk nekünk segíteni egymásra rakni az autókat. Így egymásra ugratgattak a kupacra az autókkal. Igen, és ez sokkal több autó egyébként, mint aminek látszik, csak... Igen, ez kb. Olyan 30 autó, vagy 40. Hát inkább 40 vagy 50, csak egy csomó autó ugye egymásban van nyomódva, mert így a GTA Physics az elég szar. Ja. Igen, így egymásban nyomódtak az autók. Kicsit félek is, hogy nehogy így kilője. Na, akkor innen lövöm is, nem, Krisz? Várj, ne lőd! Hát a sticky bombokat rádobálom. Ja, akkor felrobbantom. Félünk, hogy nehogy despawnoljanak a kocsik, hogy ilyesmi. De valószínűleg nem lesz semmi gond. Na jól van, menjünk! Krisztián, gyere, rakd rá a sticky bombokat, és akkor nézzük meg, hogy mekkorát robban! Yeah. Geri, nem nézik? Nem tudom. Nem lövöldöz valami. És így a távolból hallom, hogy Oké, gyere Krisz, nézzük meg, hogy mekkorát robban! Robbansd! 3, 2, 1! Mehet! Azt a rohát! Azt az, mi a lószarod, be se töltött az animációt! És most robbant fel meg egy autó! Ja. Gumikat hallgass!
A gumik hogy robbannak? Hát, ez on the peak volt, Krisz! Itt állok már 3 órája a halássapkámba, meg a ponyhorgász ja. Egyesületes egyenruhámba. Ez az, Krisz, sikerült! Akkor átrobbantottunk, hogy az űrből is látszott. Ja, bár nem látszott, mondom, nem töltötte be. Neked betöltöttem? Nekem tökéletesen mutatta, hogy fölrobban. Lángokat nem mutatta. De durva volt az egy. Hát, nagyon epic volt. Ez nagyon durva volt. Azt kell, hogy mondjam. Hát, sajnos ilyen egy nagy robbanás nem lehet csinálni itt a GTA, vagy ilyen a nagy atomrobbanás, de... Hát igen. Ez is elég durva. Azért, hát ez, nem mondom, hogy nem volt durva. Viszont, hogyha meg lesz ugye a 6000 like, srácok, akkor csinálunk egy következő GTA mítoszos videót, és garantálom, hogy arról nem akartok lemaradni. Úgyhogy mindenféleképpen lájkoljátok a videót. Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez a videó tetszett nektek, srácok, akkor biztos az is tetszeni fog, amikor betörtünk a katonai bázisra, illetve amikor a Krisztiánnak azt kellett csinálnia, amit parancsoltam neki. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!